Egyetemről a hallgatók, a diákok elindultak sétálni, ezt mondták a szervezők, megszavaztatták velük, hogy van-e kedvük egy sétára az Erzsébet hídon át, aztán átmentek a pesti oldalra, és ott pedig a Kossuth térre, és azóta is ott van a tömeg a Kossuth téren. Ahogy azt tudósítónk elmondta önöknek, a parlament épülete előtt van egy nagyobb szakasz, ami le van zárva, ahol gyalogos forgalom sem közlekedhet. Ezt a szakaszt úgy gondolták a hallgatók, a tiltakozók, hogy most akkor magukévá teszik, tehát hogy bementek, behatoltak arra a területre, ahol egyébként nem állhatnának. Hát gyakorlatilag most már csak nem egy háromnegyed órája, ez történik a Kossuth téren, skandálja a tömeg a különböző jelmondatokat, mondatokat, és a parlament egyik kapujánál, a lépcsőn állva pedig rendőrökkel állnak, és hát nyilván arra vigyáznak, hogy senki ne tudjon bemenni az épületbe. Tehát egymást nézik. Na akkor nézzük ennek a felsőoktatásnak a részleteit. Ahogy idéztük, Parrag László szerint nem működik az eddigi oktatási modell, mert hogy nincs a munkaerőpiaccal hát szinkronban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Erről mi ketten már sokszor beszélgettünk, szakképzés esetében is, felsőoktatás esetében is, tehát hogy mi a felvevő piac. Nyilván ez egyik legfontosabb egy társadalom vagy egy gazdaság szempontjából kell, 10 000 jogász hallgató, ha csak 1 000-nek lesz állása? Nem, mert akkor az baj. Kell 20 000, nem tudom, matematika tanár, hogyha csak 5 000 kell, nem, tanuljon mást. De az, amiről most szól a reform, hogy legyen 10 500 államilag támogatott hely, az nem a munkaerőpiacsal való összehangolás. Tehát a kettőnek nincs köze egymáshoz. Mi konkrét számokat soha nem mondtunk, mi azokat az anomáliákat mondjuk el rendszeresen, amelyek a felsőoktatás és a gazdaság között jelen vannak. És ezekre próbáljuk meg felhívni a figyelmet. És azt látjuk, hogy ezek az anomáliák erősödtek az elmúlt időszakban, sokkal kevesebben helyezkednek el a szakmájukban abban, amit tanultak a felsőoktatásban, mint korábban, és ennek okán statisztikában is jól láthatóan jelentősen nő a fiatalok körében, a felsőfokú végzettségek körében a munkanélküliség. De amiről beszél, az a mostani átalakítással köszönő viszonyban sincs. Tehát nem azt mondjuk, hogy a munkaadók, a gazdaság szereplői, és azon annak élén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara komoly tanulmányok alapján feltérképezte a piacot, hogy mire van felvevő erő, mire van szükségünk, milyen típusú agyakat képezzünk, mert ez egy logikus irányvonal. De most arról van szó, hogy 10 500 gyereknek ingyenesen biztosítja az állam a képzést, az összes többi fizet, nem keveset, sokat. Ebben nincs benne az, hogy sokkal kevesebb lesz a jogász, vagy ez egyszerűen, még a fűnyíró elv sem jó erre, tehát hogy itt azt korlátozzuk, hogy valaki elinduljon a tanulás útján. Én nem szeretnék szerelet tévesztésbe kerülni. Nekem az a dolgom, hogy azt mondjam el, hogy mit vár a gazdaság eredményként, minőségi eredményként. Ezt várja a gazdaság, ami most van? A 10 500 hát, ami most van, ez egy óriási vita, láthatóan emóciókkal teli, hogy ez egy milyen oktatáspolitikát akar ténylegesen, arra kíváncsiak vagyunk, az majd ki fog derülni. De ezt a vitát nem nekünk kell lefolytatni, hanem a kormányzatnak, meg az egyetemeknek. Mi a végeredményben vagyunk érdekeltek, mi azt mondjuk, hogy tessék több mérnököt, természettudóst, olyan embert képezni, akivel gazdasági növekedés lehet elérni. Na de ő most nem így a partvonalon túlról bekiabál, hogy tessenek nekünk több mérnököt képezni. Hát ön egy komoly feladatot kapott a kormánytól, Kereskedelmi és Iparkamara elnökként, és maga a kamara a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatban. Nyilván a felsőoktatás sem mindegy, hogy hogyan alakul. Azért kérdezem most már sokat szóra, amit most a kormány csinál, az, amit a kamara szeretne? A kamarának nincsen ilyen értelemben felsőoktatási koncepciója, és azt gondolom, hogy nem is kell, hogy legyen. Akkor kell ilyenünk legyen, hogyha ideadják nekünk a felsőoktatást a forrásokkal, felügyelettel, ellenőrzéssel egyetemben. A szakképzésben az történik, hogy megkaptuk annak a jogosítványát, hogy felügyeljük a szakképzést, meghatározzuk, hogy milyen szakok induljanak, elmondjuk, hogy mit tanítsanak egy kőművesnek vagy egy asztalosnak, és utána ellenőrizzük, hogy ezt megtanult-e. Na de az, hogy a piac, vagy a magyarországi piac felvevő képessége az milyen irányú, milyen darabokból tevődik össze, hát ahhoz van köze a kamarának. Nem hiszem el, hogy nem adtak ilyen tanulmányt, és nem készítettek ilyen tanulmányt a kormány részére. Mire? Természetesen. Na, akkor e tanulmány alapján folyamatosan ez abba az irányba halad? Ezt a kormánynak kell eldönteni, hogy az ő véleménye szerint ezzel a technikával az lesz-e az eredmény. Az ön véleménye szerint?
Én ezt megmondom őszintén, nem tudom megítélni. Azt látom, és csak nagyon felszínesen ismerve a koncepciót, azt látom, hogy nagyon kevés a 100%-ban finanszírozott hallgatói létszám abból a tervezetből, amit a sajtóból vagy az MTI-ből láttam, ugyanakkor jelentősen megnövelték a részfinanszírozású hallgatóknak a számát. Tehát az összességében forrás elvonás, amennyire látom, nem történik a rendszerből. Hogy ezen az úton el lehet-e jutni ahhoz a... Hát, hogyha a részfinanszírozású hallgatók számát megduplázzák, akkor ez elméletileg azt jelenti, hogy ugyanannyi pénz maradt a rendszerben. Jó, de én ebben nem szeretnék belemenni. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy azt megmondjuk, hogy milyen finanszírozási struktúrában működjön a magyar felsőoktatás. Nekünk az persze dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy úgy működjön, hogy a lehető leghatékonyabban, lehető legkevesebb költséggel, hiszen a gazdaság már most is van terhelve. Ez hatékony, ez a módszer ön szerint. Látja a felméréseket, de egész biztos vagyok benne, hogy az ismeretségi körében is van olyan család, van olyan ember, ahonnan a fiatalok már elmentek, vagy elmenni készülnek ebből az országból tanulni, vagy élni egyáltalán. Tehát, hogy biztos, hogy tud ilyen esetről. Tehát az, hogyha egy diák már a diák évei alatt eladósodik, Orbán Viktor emlegette az adós rabszolgaságot, amiből ezt az országot ki kell menekíteni. Ha már hallgatóként eladósodik, ez fogja vállalni, vagy inkább azt, hogy megyek, nem is biztos, hogy több ezer kilométert a legközelebbi nyugati országba, és azt mondom, akkor inkább ott tanulok. Én azt gondolom, hogy elvándorlás mindig volt, nem csak Magyarországról, hanem a térségből. Azt is gondolom, hogy ennek a körnek egy jelentős része visszatér, ez évszázados folyamat és egy természetes folyamat. Ugyanakkor azt is látom, hogy az az oktatási rendszer, ami korábban volt, az nem volt fönntartható. Az nem működik, hogy van 150 ezer hely, és van 75 ezer jelentkező. Az nem működik, hogy 30 ezeren életvitelszerűen élnek most már felsőoktatásban, olyan hosszú időt töltenek benne. Az nem működik, hogy egyre kevesebben veszik át a diplomájukat, mert nincsen nyelvvizsgájuk, és nem tudják bemutatni. Egyharmad a diákoknak ma már ilyen állapotban van. Az nem működik, hogy miközben nő a népességen belül a diplomások száma, kisebb arányban nő a munkaerőpiacon a diplomások száma, mert nem tudnak ezzel lépést tartani. Látja? Nincs piaci kapcsolat. Hát erre vagyok én kíváncsi. Tehát miközben ezt ön hogy ne tudná, hiszen ezzel foglalkozik, ezzel is a kamara. És nyilván készítik, és mondta is, hogy igen, a különböző tanulmányokat a kormány részéről, hogy mire van igény ez az ország, hogyan tudna előre haladni. Nekem mindegy, hogy a sajtóból, az MT-ből, vagy honnan ismeri a felsőoktatás átalakítását és a keretszámokat, de ismeri. És századszorra kérdezem, hogy amilyen irányba halad a kormány oktatáspolitikája a felsőoktatást illetően, az ön szerint javát szolgálja ennek a magyar gazdaságnak? Én azt gondolom, hogyha mindenképpen választ szeretne erre a kérdésre, hozzáteszem, nem az én dolgom ezt megválaszolni. De ha mindenképpen választ szeretne, akkor azt gondolom, hogy igen. Mégpedig azért, mert hozzányúlt egy rosszul működő rendszerhez, beindított egy vitát. Nagyon remélem, hogy ez a vita... Ezek hát, tények. Mi történik itt az utcán? Ki vitázik kivel? Nagyon remélem, hogy ez a vita egy olyan nyugvópontra fog jutni, amikor mindenki megtalálja benne a számítását, a hallgató, a társadalom, a gazdaság, és amikor egy jól működő rendszer fog belőle kijönni. Én ezt a vitát nem látom megsporolhatónak egyébként. Ha én most... Tehát dönt a kormány, majd utána tiltakozásról kivonulnak a hallgatók az utcára, az nem vita? Ha most 20 éves lennék, ugyanezt tenném. Sőt, ezt tettük annak idején, csak akkor le is tartóztattak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy a fiatalok azt mondják, hogy ezzel nem értenek egyet. Meg kell találni szakmailag a legjobb megoldást. Nem tárgyal velük senki. Hát tudom, hogy ki fog derülni, ez megint nem az én dolgom. A világos, csak a májából belementünk, hogy éppen hol tartunk. Na, arra viszont kíváncsi vagyok, én hallani nem hallottam reggel, viszont olvastam az erről szóló tudósításokat a Kossuth Rádióban, amit nyilatkozott, és ott is ugye az egész rendszer átalakításával kapcsolatban ő azt mondta, hogy a bolonyai rendszernek nagyon súlyos fogyatékossága az, hogy életvitelszerűen bent tart a felsőoktatásban fiatalokat. A mostani megmozdulásokon is látható, hogy a diákok vezetői 10-12 éve egyetemi hallgatókból kerülnek ki. Ön ezt honnan tudja? Van egy statisztikailag nagyon érdekes összefüggés, hogy azokból a korosztályokból 2005-ig nőtt a hallgatóknak a száma, a beiratkozó hallgatóknak a száma. Hogy azokból a korosztályokból, ahol nagyon magas a hallgatói szám, egyre kevesebb a ténylegesen a diplomáját átvevőknek a száma. Na, azt kérdezem, ön honnan tudja, hogy a diákok Hát mert elkezdtük ezt vizsgálni. Ki a fők és kiderült, nem. Hát a statisztikai adatokat. De ön a diákok vezetőiről beszél. Hadd folytassam. És kiderült, hogy nagyjából 30%-a ma
a hallgatóknak az életvitelszerűen egyetemből él. Az egyetemen él. Ez a foglalkozása, hogyha nagyon keményen fogalmazok. És ezen belül az derül ki, hogy a hallgatói vezetőknek egy része is ide tartozik. De ez hogy derül ki? Onnan például, hogy különféle jogosítványok vannak a hallgatói önkormányzatoknál, amelyek nem egyszer gazdasági érdekekkel ütköznek, mondjuk egy kollégium eladása, vagy egy büfé üzemeltetése, és ennek kapcsán érkeznek a vállalkozói panaszok a kamarába, hogy próbáljunk valamit tenni. Szabályos, mert a hőknak, illetve ezeknek a szervezeteknek megvannak ezek a jogosítványai, de akkor az ember azért ránéz arra, hogy na mégis hány éves az a fiatal ember, aki ezt a szervezetet irányítja, és kiderül, hogy 8 éve és 36 éves. Tehát de az, hogy hány éves az ember van, de az, hogy hány évvel ezelőtt kezdte a tanulmányait, az milyen? Milyen kartonon, milyen lapon szerepel? Hát bármelyik egyetemre bemegy, meg tudja, ezek nem titkos adatok. Hát de ön bement és megkérdezte, vagy valami? Tanulmányt készítettünk arra, hogy hogy az ördögben van, hogy 430 ezeren vannak bent a felsőoktatásban, abból elvileg 100 ezeren végeznek, és 32 ezeren kapják meg a diplomájukat. Én ezt értem, de ön ennek mellé tudja, hogy dőlnek az ilyen információk, még más is. Mi? Ha hiszi, ha nem. De milyen más? Nagyon sok minden másfajta összefüggés. Úgy, mint? A szerkezetéről a felsőoktatásnak, a hallgatóknak, a különféle éves csúsztatásoknak, és sok minden másnak. Éves csúsztatásoknak? Hogy... Hát nagyon sokan kihagyják az évet, aztán folytatják, a kreditbeszámításnak. Hát bocsásson meg, azért én azt gondolom, hogy a felsőoktatásban eltöltött időt, azt ma a magyar vállalkozói társadalom és a gazdasági szereplők fizetik. Tehát nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy valaki beiratkozik, és különféle kredit trükkökkel hosszú-hosszú éveken át bent tud lenni a rendszerbe, anélkül, hogy bárki megkérdezni volna, tudom, hogy barátom, hol tartasz. Hát, hogy ennyire benne vannak a napi szintű működésében hát a felsőoktatásban. Hát munkaerőpiaci előrejelzéseket végzünk. Én elkezdtem a beszélgetést, akkor meg azt mondta, hogy ez nem az önök asztala. De még egyszer nem értem, a hők vezetőjét például most úgy hívják, hogy Nagy Dávid. Hogyha róla beszélünk, akkor milyen információ alapján és milyen papír vagy milyen tanulmány, hogy tartozik az önre, hogy tartozik az a Kereskedelmi és Iparkamara elnökére, hogy ha Nagy Dávidról van szó, a hők vezetőjével, hogy hány évvel ezelőtt kezdte a tanulmányt? Nem ismerem Nagy Dávidot, nem találkoztam még vele soha. Azt tudom, hogy a hők egy ernyőszervezet, azt tudom, hogy van mintegy 70 egyetemi és főiskola. Honnan tudja, hogy ki mikor kezdte a tanulmányait? Beszélek. Tanulmányi osztályról. Ön lekérte? Nem lekértem, mellékinformációként ott volt. De ez hogyha azt vizsgálom, mellékinformációja? Ne haragudjon, ha azt vizsgálom, hogy mennyi időt tölt bent valaki az egyetemen. Igen? Akkor a statisztikából ez az információ eleve kipotyog. Hát hogy potyognak? Ez név szerinti információ. Hát azt nekem nem mondja, hogy olyan alapos vizsgálatot végzett a kamara, hogy név szerint kérték le, mint a régi rossz viccbe, a hallgatók adatait, hogy ki mikor kezdte el a tanulmányait. Tehát itt gondolom, darabszámot néztek. Itt pedig személyről, névről, vezetőről van szó. Személyi információ akkor jön, amikor érkezik egy gazdasági információ vagy gazdasági bejelentés. Gazdasági bejelentés? Levezettem önnek. Az önkormányzatoknak, a hallgatói önkormányzatoknak rengeteg jogosítványa van. Egyébként megítélésem szerint túlzott jogosítványai. Például akkor... Hogy tartozik oda, hogy mikor kezdte a tanulmányait? Amikor ő döntik-e, hogy valaki lehet-e docens vagy sem. Előbbre léphet-e a ranglétrán vagy sem a tudományos munkája tekintetében, és hogyha túl szigorú tanár, akkor nem léphet előre. De nekik jogosítványuk van az egyetemi vagyonnal való gazdálkodásban, jogosítványuk van az egyetemi vagyon hasznosításában, és ezeken a felületeken beleütköznek számtalanszor gazdasági érdekekbe, vagy találkozik a gazdasági szereplőknek a munkájával, és ebből lehet következtetéseket levonni, mert ezzel kapcsolatban viszont nagyon sokszor konkrét név szerint információkat kapunk. Amelyek egyébként szabályosak. Nem, hát ezt nyilván attól a vállalkozótól, aki úgy érzi, hogy úgy került hátrányba. Az honnan tudja? Hát ezt már ne tőlem kérdezze. Én csak ellenőrizni tudom. Hogyha legközelebb mondjuk a Kereskedelmi és Iparkamarával foglalkozom, mint szervezettel, akkor nekem mellék információként ilyen becsöppennek ilyenek, hogy Parag László hányasra vizsgázott annak idején történelemből. Hát ha most megkérdezi, már is mondom. Hát, egyébként szerintem nem... bent van Pécsen a tanulmányosztályon. Hát azért annyira nem érdekel, hogy odáig elmenjek, csak egy példa volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.